Köszöntöm kedves nézőinket, Heti Arc című műsorunkat látják, amely ezen a héten igazán rendhagyó lesz. Ugye ahhoz szokhattak hozzá, hogy mindig egy kiskörösi, születésű kisköröshöz kötődő embert mutatunk meg. Vele beszélgetünk arról, hogy hogyan is épül föl az ő munkássága, mit kell róla tudni, de itt most rendhagyó módon én Praznovszky Mihály irodalomtörténészt köszöntöm, a Petőfi Irodalmi Múzeum egykori igazgatóját, és most sokakban felmerülhet a kérdés, hogy egy Salgótarjában született, Debrecenben iskoláit végzett embert mi hogyan tudunk kisköröshöz kötni, de hát azért jóval több ez a kötődési szál, mint azt bárki gondolná, mert csak azért is, mert nagyon sokan a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum eseményein már találkozhattak az irodalomtörténésszel. Nagyon sok szeretettel üdvözöljük. Én is köszöntöm Önt. A Kiskörös Televízió stúdiójában. Ugye beszéltünk itt arról, hogy is mutassam be, hiszen ez a szakmai életút, ami Ön mögött van, és még ami előtt áll, az azért elég hosszú, elég aprólékos. Akkor annyit mondott nekem, hogy a stúdióban őt magát, Praznovszky Mihályt köszönthetjük. Nagyon sokan hallhattak előadást is, legutóbb a Szendrei szobor áthelyezése kapcsán, ugye Szendrei Júliához kapcsolódóan itt szakmai előadások is voltak, és hát irodalomtörténészként a témában ugyanolyan jártas volt, mint maga az előadó. De amiért bennünk az fölmerült, hogy itt a stúdióba szeretnénk egy beszélgetést, az az, hogy legyen szó az Emlékmúzeum programjairól, legyen szó a Petőfi Szülőháznak az évfordulójáról, hogyha Praznovszky Mihályt felkérik arra, hogy mondjon egy avató beszédet, akkor olyan nyelvezettel, olyan gondolatvilággal tudja a kiskörösieket és a Petőfi kultuszt képviselni, ami erősen indokoltá teszi azt, hogy itt a kiskörösiek körében üdvözöljük Önt is. És én most nagyon kíváncsi lennék arra, hogy a város és Ön között hogyan alakult ez a nagyon jó kapcsolat, és hogyan lehet Debrecenből eljutni Kiskörösig, és ennyire szívügyének érezni a kiskörösi életet, Petőfi kultuszt, emlékhelyeket. Amikor azt mondta, hogy ugye, hogy Salgótarján, vagyis a szülőföldem, meg Debrecen a tanulmányaim, akkor már is hozzátettem egy harmadik pólust a térképen, ez pedig, ahol most élek, ez a Dunántúl, Veszprém mellett egy kis faluban. És miközben hallgattam az Ön beszédét, sokáig elhallgattam volna még, akkor eszembe jutott, azért van egy negyedik is a négyszögben, ami nagyjából fölmegy egészen a mai felvidékre, Szlovákiába, az pedig két település ott, Sklabonya Mikszát szülőhelye, és a Sosztregova Madács szülőhelye. Tehát ez a négy ilyen szög keretezi az életemet, mindenhol más és más vonatkozásokban. Ugye Salgótarján a diákkor, az érettségi a Madács gimnáziumban, ugye, Madács gimnáziumban. Már ott is köszön az a név, ami utána szívügy lesz. Igen, egyértelmű, meg hát az első diákkori dolgozatomat Madács Mózeséből írta, ugye, meg is van még. Debrecen pedig ugye már az ifjú felnőtté válásnak a népművelés könyvtárszak elvégzése, amit később megfejeltem az ELTE-n egy történelem könyvtáros szakkal, de Debrecenben azért ott rengeteg élmény fogadott, és akarom mondani, akkor ez is Petőfi volt Debrecen. Nógrádban is volt egy kicsi, mert ott megvan Fülekvár, amelyet Petőfi felkeresett a felvidéke útja során. És aztán Veszprém megye, ott meg a pápa köthető ugye, a Petőfihöz. A felvidéki része pedig Selmecbánya vagy Rimaszombat, ez a két város, ami gyakori utazásaimnak a helyszíne még ma is, tehát nem tudom, szeptemberben voltam Rimaszombaton, persze, hogy elmentem a Petőfi táblához, a házhoz megnézni,
Selmecbánya, mindig elmegyek a kollégiumhoz, mert nem csak az, hogy odaját Petőn, odaját Mikszát is. Tehát egy olyan hálóba bogyalódtam bele a születésembe, amely hálóba a hálót fel kellett szakítanom, és azon a résen, vagy kitágítanom, hogy beleférjen Kiskörös is annak idején, nem tudatosan. Nem tudatosan, mert valószínűleg nem emlékszem pontosan, de egészen biztos, hogy az első élményem az diákkori lehetett. Annak idején elég rossz pedagógusok tanítottak, akik azt mondták, hogy a hazaszeretetnél nincs fontosabb élmény, ezért elcipeltek bennünket mindenféle irodalmi helyekre, múzeumokra, és biztos, hogy voltam itt is, emlékszem egész pontosan erre az élményre, a szülőház élményére. Nos, én alapvetően egy érzelmi beállítottságú ember vagyok, és az irodalmat, a művészetet is érzelmi oldalról közelítem meg, és próbálom továbbadni. Tehát én ide vezetem vissza a Petőfi és Kiskörös vonzalmamat, azon kívül, hogy már a Petőfi Irodalmi Múzeumban voltam, amikor kitaláltuk az irodalmi kultusz, mint fogalom, és annak a tudományos magyarázatát, és emlékszem, az én feladatom volt az irodalmi emlékházak, akkor irodalmi ezek számbavétele, elemzése, és nagyon-nagyon értékeltem Kiskörösnél, az egyik központ volt természetesen, azt, hogy ők Petőfi halála után nem sokkal már szobrot állítanak. Nem sokkal már itt van az egész magyar írótársadalom, hogy a nemzet nevében átvegyék a szülőházat. Hogy ebből múzeum lesz, hogy volt egy, jól mondom, Istenes Józsi bácsi, akivel talán még én is találkoztam, akik, ez mindig egy emberen múlik, mint ahogy annak idején aztán találkoztam Kispálné Luca Ilonával, aki meghatározta nekem a Kisköröshöz való kötődésemet. Tehát ezek a személyes érzelmi indítatások voltak azok, hogy kezdtem felfedezni magamnak Kiskörös a Petőfi hagyományon belül is. Tehát, mert még volt még más is, ami ide kötődött. És valahogy éreztem, hogy nem tudom, másképpen azt éreztem, hogy nagyon jól érzem magam Kiskörösen. Lehet, hogy a város szellemisége, ezért biztos kinevetnek a megrögzött kiskörösiek, de éreztem, hogy itt egy kicsit más a vonzódásuk, a kultúrához, a hagyományhoz, a tudáshoz. Egy kisvárosban más a levegő, egy kisvárosban otthon lehet lenni, egy kisvárosban stammgast az ember, vagyis törzsvendég lehet egy kávéházban, vagy egy múzeumban, vagy egy szerkesztőségi szobában. És mivel én is kisvárosban nőttem fel, és nagyon élvezem ezt a lehetőséget, hogy itt. És akkor személyes ismerőseim lettek, azok is, akiket nem ismerek név szerint, de mégis látom őket akár egy szoborovatáson, egy Petőfi szilveszteren, stb. Szerencsére sok ilyen kollégám volt a múzeumban is, akik segítettek, vagy együttműködtek velem ebben a kérdéskörben, mint például Birke Edita az Irodalmi Múzeumból, de hát mindenek felett Kerényi Ferenc irodalomtörténész, akit én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon becsültem és kedvelek ma is, és minden Petőfi kutató az ő köpönyegéből bújt ki, mert amit ő letett forrásban, tudásban, a kiállítás rendezésben, az meghatározó. És mondhatjuk azt, hogy tovább viszi itt Kiskörösön a Kerényi hagyományt abból a szempontból, hogy a Kerényi napnak folyamatosan előadója. Hát ez is milyen szép történet Kiskörösön, nem? Hogy van egy irodalomtörténész, akinek életművében Madács mellett, meg Jókai mellett, meg a 19. század mellett meghatározó Petőfi. És erre a város kitalálja azt, meg a közösség, meg az Ilonáék, meg a Krámer Iván, meg a többi barátom, hogy akkor ne felejtsük el, hogy ne csak könyveiben éljen, hanem idézzük fel az alakját márciusban, amikor születésnapja van, és már milyen régen elhunyt szegény barátom, és váratlanul, hogy akkor beszéljünk róla, mi, akik ismertük őt, együtt dolgoztunk, és tudjuk, hogy mit jelentett számára Kiskörös, és ő mit jelent Kiskörös. Ez szép, ezek a gesztusok, mondom, ezek fognak meg engem, és ettől város a város, hogy együtt vagyunk, beszélgetünk, néha még körösi bort is iszunk, mert néha van jó bor is, és akkor úgy nagyon jól érezzük magunkat, nem akarunk elmenni. Igen, és igazság szerint azt veszi észre az ember ebben a rohanó világban, hogy azok, akik itt élnek, akik nap mint nap elmennek a szülőház előtt, nap mint nap átrohannak a műfordítói szoborparkon, látják Szendrei Júlia szobrát. Nekik nem biztos, hogy ugyanazt
tudja ezt jelenteni napról napra, sem a Petőfi kultusz, sem ezek az épített emlékek, mint annak, aki esetleg idejön Kiskörösre, és mint ahogy mondta, hogy érzelmi oldalról közelíti ezt meg. Hogy lehetne most ezt azoknak a kiskörösieknek, akik itt nap mint nap átrobognak ezen a főtéren, akik tudják nagyon jól, hogy Petőfi 200-as emlékév van, és igen, büszkének kell erre lennünk, mert kiskörösiek vagyunk. De mégis mi az a plusz, amire az itt élők minden nap nem is gondolnak, de érdemes lenne, ha minden nap eszükbe jutna az, hogy milyen hálásak lehetnek ennek a városnak, annak, hogy itt van ez a szülőház, és egy ekkora kultuszt ápolhatnak. Így az irodalom történész, a szakember szemével, ha mondhatjuk így. Miért kell itt hálásnak lenni? Hát szerintem minimum az első, hogy minden kiskörösi lakás konyhájában legyen egy üveg kiskörösi Petőfi bor. Ez a minimum. Ha kifogyott, akkor legyen a következő. Akkor biztos eszükbe jut Petőfi. Tudja, ez olyan kérdés, hogy amikor elmegyünk külföldre, és meglátunk egy várost, és akkor lelkesedünk, jaj, de jó lenne itt élni, jaj, gyönyörű, és akkor mindig eszünkbe jut, hogy én turista vagyok, tehát én nekem ezek a perszi benyomásaim, felvillanások, élményeim, ezek másként hatnak a helybelikre, mert ahogy ön is mondta, ezen az utcán járnak, mennek dolgozni, ők fel nem néznek már a tűztoronyra, bármilyen reneszánsz pártázata van, mert ez már az életük részévé vált. Na most, én jártam annyit Kiskörösön, hogy elmondhatnám, hogy nekem is az életem részé vált, de amikor ma reggel ide érkeztem, akkor megint csak megtettem azt, hogy végig sétáltam a műfordítók szoborparkjában, megkerestem a stélét, amit még ugye én nem láttam, megálltam a feleség szobra előtt, ránéztem a János Vitéz játszóházra, bemutatóházra, megnéztem azt a mobil Petőfi kiállítást, tehát megállított engem az ismereteimmel, meg a novumokkal is ez a város. Tehát itt mindig volt valami nekem, ami érdekes volt, gondoljunk csak bele a Petőfi szilveszterre, amelyen az elsőn is ott voltam már, és amelynek következtében jó néhány éjszaka fagyoskodtam szilveszterkor. Emlékszem, egyszer olyan jó idő volt, cáfolom magam, hogy egy szál zakóban tudtam beszédet mondani, de valójában tehát ez nekem novum az újdonságokkal, de az újrafelfedezéssel. Tehát a kiskörösek, akik végigmennek az utcán és elmennek az evangélikus templomhoz, lehet, hogy csak Istenhez imádkoznak, és most nem nézik meg a keresztelési anyakönyvet, de tudják, hogy ott van a keresztelési anyakönyv Petőfi bejegyzéssel, és nem mennek el a gimnázium rendezvényére, de elmennek előtt, és tudják, hogy ők is oda jártak, ők is petőfisek voltak. Tehát olyan emlékcsomók képződnek az emberben itt Kiskörösön, amelyek petőfissé teszik őket. Ez nem kötelező persze. Ez nyitottság kell, affinitás kell, érzelmi többlet kell. Mert ugye most megnyílt az új állandó kiállítás, meg kell nézni. Ott lesz sokáig, de meg kell nézni. És erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy Kispálnél utca Ilonával végigjárta ezt a kiállítást, bár abban is biztos vagyok, hogy már az előkészületi munkákról is rengeteget tudott, de hogy most, hogy kész lett ez az kiállítás és megnyílt. Mi a véleménye róla? Ki kell ábrándítanom gyakorlatilag. Én ezt a kiállítást most még nem láttam, de láttam egy hónappal ezelőtt, amikor már készen volt, de nem volt kinyitva. Csak nem képzeli, hogy megálltam volna, hogy ne menjek be a kiállításba végignézni, és rettenetes módon tetszett nekem. Ez már egy modern típusú kiállítást. Ugye, amikor mi még régen irodalmi kiállításokat rendeztünk, a legnagyobb gonddal vesződtünk azt, hogy az irodalom a szöveg, a kiállításban hogy lehet szöveget megjelenteni? Az irodalom az egy intim műfaj. Ketten vagyunk, a könyv és én, az író és az olvasó. Oda ne tolakodjon be senki, tehát azt nem lehet kiállítani. Ezért például, mindjárt visszakanyarodok, mikor megcsináltam barátaimmal most Alsó-Sztrágován az új madács kiállítást, akkor azt tettük meg, hogy a második részben a kastélyban a tragédia teljes kézirat, tehát hál' Istennek megmaradt jól olvasaton, tapétaként föltettük a falra. Végig az első sortól, hogy
le van fejezve a nagymű, az utolsó sorig, és aztán ugye, hogy csak bízni kell, és akkor minden jóra fordul. Ott van a falon, tehát a látogató akarja, nem, benne van a műben, benne van a tragédia, és minden mást ráépítettünk. Ez szerencse volt. Most itt Kiskörösön a kiállításnál pedig ugye tudni kell, hogy azért, ha a kiállítás a szöveg, de nincs tárgy, Petőfiről nem sok minden maradt meg, ha van is, azt nagyon őrzik ugye az Irodalmi Múzeumban, Pesten, vagy kisebb-nagyobb kiállítóhelyeken, tehát nagyon nehéz tárgy nélkül rendezni, és a Irodalmi Múzeum megváltozott, most már olyan informatikai eszközök segítségével tudja nyitottá, játékossá, komplexé, teljessé tenni a kiállítást, hogy az ember egy percig sem unatkozik. Tehát ez a kiállítás azért jó, mert egy-egy nagy felület után következik egy intimebb rész, egy kis kép, egy kis bevág, és a hang természetesen, ami fontos. És ugye a Petőfi kultusz olyan hatalmas, 200 éves majdnem, de 150 biztos, hogy rengeteg olyan esemény van, amely Kiskörös kötődik, Kiskörös határozta meg, Kiskörös hozta létre, és ezt meg lehet jeleníteni. Végül is itt a Petőfi kultusza az egykori kiskörösi kis emberek gyűjteményéből, értékeiből nőtt össze, tehát eltettek egy meghívót, egy plakátot, egy kiadványt, egy jegyet, vagy bármit, ami mind azt mutatta, hogy a mélyben ott lappang az állandó, meglévő, és időnként felszíne hozható hagyományőrzés. Én nem várom el a kiskörösektől, hogy minden nap egy Petőfi verses kötettel rohangaljanak a busz után, ha le akarnak maradni, de azt elvárom, hogy rendszeresen olvassanak Petőfit. Mert Petőfi a maga 850 versével felfedezhető és felfedezendő. Minden nap, minden olvasáskor találunk valamit. Így vagyok én az ember tragédiájával, amit már szinte kívülről tudok, és láttam több mint 30 előadását az ország színházaiban, hogy egy-egy sor megdöbbent. Hogy nem vettem észre? Mit is akar ez mondani? Fölteszi a nagy kérdés, hogy mi végre az egész teremtés? Petőfinél is feltettük, hogy mit tett a teremtés, hogy ezt a kis gyereket idehozta, itt nevelte, itt tette költővé, itt tette magyarrá, itt tette hazafivá, itt tette önfeláldozó emberré. Kiskörösnek ilyen szempontból mindennapos feladat, hogy ezt az érzelmi töbletet megélje. Jó, nem lehet minden nap mindig áll petőfizni, de ott legyen az a Petőfi kötet, ott legyen, és tessék belenézni, és a tévében műsor van, akkor tessék Petőfit nézni, meg a városi tévét is persze, ahol mind a ketten láthatók vagyunk. Igen, és igyekszünk is most, főleg a Petőfi 200 emlékében kiemelten odafigyelni arra, hogy minél több Petőfivel kapcsolatos témát, eseményt bemutassunk, és nagyon örülök, hogy ez a Petőfi szilveszter szóba került. Itt volt az elsőn is. Mondott már beszédet Petőfi szilveszteren. És most itt vagyunk az évfordulónál. Ráadásul tudjuk azt, hogy azért lett 22-23 is évforduló, mert ennek a legfontosabb dátuma az most majd december 31-én lesz, és megint lesz egy ünnepi szónapunk. Vagy január 1-én. Megint lesz. Megint lesz egy ünnepi szónokunk, aki itt Mihályst az éjfélt elütik, ugye? Bízunk benne, hogy minél többen lesznek ott a Petőfi szülőház előtt. Ez valami rendkívüli helyzet most, kedves kiskörösiek, hagy forduljak Önökhöz. 200. évfordulót nagyon ritkán éljük meg, általában csak 200 évente. Tehát az, aki a sors, akinek megadta, hogy most él, most itt él, és tudatos lény, jöjjön el. Mert ezt egyszer lehet átélni. Azt, hogy várjuk a harangzúgást, meg várjuk a csecsemő sírását, és mi már tudjuk, hogy mi történt ekkor, és milyen meg leszünk hatva. És a kiskörösiek meg az elementális erejű Petőfi büszkeségük még nagyobb intenzitás lesz, hogy részese vagyok ennek a napnak. Én imádom ezeket az évfordulókat, az ezred évfordulót is egy speciális helyen ünnepeltem meg, a 150 éves Mikszáth évfordulót is máshol, és amilyen szerencsém van, januárra ünnepelek még egyet, mert elmegyek Sztregovára, a Madács 200. születésnapján, mert nem hagyom ki, hogy ne legyek ebben a kis Tóth falucskában, ott a kastély udvarán, ahol megszületett a legnagyobb magyar nemzeti tragédia írója. Hiába az irodalom, az érzelem. Na most itt ez a Petőfi szilveszter, hogy láttam a programot,
Képzelj el, néhány nappal ezelőtt hívtak fel, hogy legyek én az ünnepi szónok, nem győztem tiltakozni, természetesen eszem ágamba se volt lemondani, nem győztem tiltakozni, van nálam külön 100 is, meg 1000 is, aki meghívja. Ez a 200. képfotó, néztem a programot, remek lesz. Van benne vidámság, van benne, Petőfi nagyon vidám ember volt a maga módján, lesz benne zene, utálta az operát egyébként, Jókaitól tudjuk, meg a zenét, Petőfi nem rajongott érte, van benne fiatalos program, van benne kiállítás, előadás, tombolni fog, és megadja az alaphangját a Petőfi évfordulónak. Nagyon remélem, hogy a politikamentes évfordulónak, mert mindig eddig az volt a baj a nagy eseményekkel, valamelyik politikai hatalom mindig kisajátította. Akár a 100., akár a 150., hol jobbról, hol balról, csak éppen Petőfiről feledkeztek el. Hadd legyen most Petőfi, meg a versei, meg az életműve, meg a személyisége, meg a családtörténete, minden, az legyen a főszereplő, hogy mi együtt örülhessünk ennek a tényleg egyszerű isteni csodának, amit Petőfi jelent nekünk. Bízunk benne, hogy ez így lesz, sokan lesznek majd a főtéren. Nagyon várjuk már azt a beszédet, mert ezekből is, ahogy az elején is kezdtem, mindig azt sugárzik, hogy benne van ez az irodalomhoz köthető lelki oldal is, az érzelmi töltet. Arra még azért úgy nagyon-nagyon kíváncsi lennék, hogy amikor megszületik Salgó Tarjánba egy kisgyerek, és elindul az iskoláin, családba, megismerkedik a betűkkel, az írással, számolással, könyvekkel, van-e egy olyan tudatos pont, ami azt jelenti az életében, hogy én az irodalommal, a költészettel, a művészettel szeretnék foglalkozni, én irodalomtörténész leszek? Van-e? Ha visszanézünk, most visszamegyünk oda. Hát biztos, hogy van. Az első komolytalan pont az volt, amikor az általános iskolában az első kettest vagy egyest kaptam matematikából, akkor eldöntöttem, hogy csak a költészettel foglalkozom. De ez valójában összefügg azzal, amit akartam mondani, hogy a biztos pont a pedagógus volt. Ma is vallom, hogy a család mellett a pedagógus az, aki az életet befolyásolni tudja, meghatározni tudja. Olyan kiváló tanáraim voltak, akik hamar felismerték az én vonzódásomat a vershez. Én amatőr színjátszó voltam, tehát én már 14 éves koromtól színpadon voltam, többek között az első, 10 éves koromban, megvan a jutalom oklevelem is, 10 éves koromban a Petőfi Szeged Szeggeljével szerepelte egy ilyen vándor, amatőr vándortársulatban, Nógrádban, én már kezdett. De a középiskolás magyar tanáraim, Kelemen Erzsikénén, meg Balog Mama, így neveztük őt, ráerősítettek. Tehát bátorítottak, támogattak. Egy másik tanár elvitt a Nógrád irodalmi helyekre, ahová lehetett menni. Sztregovára nem lehetett menni, de Mikszáthoz lehetett menni, Orpácsra és a többiére. Tehát mindent nekik köszönhetek, hogy látták, hogy ebből a gyerekből nem lesz egy második Bólyai Farkas, már amit nagyon sajnálok persze, de hát ha elindulhat valamerre, én újságíróáskodással próbálkoztam, és az nagyon érdekelt. Nagyon szép szakma. Szép szakma bizony. Tudnék rá mondani egy Mikszáth idézetet, de azt nem lehet lejátszani most a tévé műsorában. És az érettségi után is engem a magyar irodalom vonzott, és persze, hogy nem vettek föl, mert nyelvtanból katasztrofális tudásom volt, és ma is azzal. De szép lassan azért irányult az életem a könyvtárosságon keresztül, a könyveken keresztül. Gyakorlatilag a könyvtáram magját ma is azt képezi, ami diákkoromban vettem meg, és ott van az a Petőfi kötet, amit a Szavaló versenyen kaptam, és amelyet Juhász Ferencnek írta az előszavát, és amikor jó barátságba kerültem Juhász Ferenccel, odaadtam neki, hogy dedikálja nekem. És ő is meg volt 60, ugye egy 50 éves kötet, vagy 60 volt már akkor, azóta így őrizgetem. Persze, hogy őrizgetem. Hát ez én vagyok, benne vagyok, ettől vagyok, itt most önnel beszélgetek, mert valamikor valami elindult bennem. Tehát ilyen apró motivumok határozzák meg az ember életét, ezt nem lehet parancsolni, ezt nem lehet rászólással irányítani, kell hozzá jó pedagógus. Ma sem tudom én, hogy érettségiztem le középiskolában, mert akkor még a matekból szóbeli is volt, Atya, Úr, Isten, mert írásbelit le lehetett puskázni, de szóbelibe. De biztos vagyok benne, hogy a tanárnőm azt mondta az érettségi elnöknek, hogy ezt a gyereket át kell engedni,
mert ebben biztos, hogy a másik vonalon valami érték lesz, vagy van. Nekik köszönhetem, hogy szeretek olvasni, tehát ez a legfontosabb dolog. Innen indultam el én Salgótarjából, nem mondom, hogy beszélgettünk Madács gimnázium, ráadásul ugye akkor az volt a szokás, hogy a diákokat egy évben egyszer elvitték megnézni a tragédia előadást a Nemzeti Színházba. Fölpakoltak egy vonatra 500 diákot, fölmentünk reggel, megnéztük, éjszaka hazajöttünk, de nem léphet ki az iskolából úgy egy madácsos gyerek, hogy ne látta a tragédiát. Az persze más kérdés, hogy semmit nem értettünk belőle, de majd eljön az idő. És ott van nekem az első tragédia könyvem a Petőfi mellett, a 3 forintos olcsó könyvtárból, és ott vannak a diákkori aláhúzásaim a nagy kérdésekkel, ugye, hogy amelyekre keresem a választ azóta is egész életemben. És ez a válasz megadja Petőfi, megadja Madács, Mikszáth, Krúdy, Jókai, tehát az irodalom válaszol nekem az életemre. És nagyon jó, többször szóba került már itt Madács, és igazság szerint választ is kaptunk arra, hogy miért tölthet be ilyen központi szerepet, ráadásul 23, ott is egy jeles évforduló, már 200. Fog-e bármire készülni így mostanában, ami Madáccsal kapcsolatos, ami az évfordulóhoz kötődik? Mi az, ha mi kicsit előre vetítjük? Mi az, amit ez az évforduló hozhat? Hát így a munkásságában, hiszen nagyon aktív továbbra is. Nagyon, hát persze, azért élek, mert dolgozom. Ha abba hagyom, meghalok. Az a helyzet, ez most fájdalmas kérdés volt, ez szíven ütött, mert hogy amíg a Petőfi évforduló parlamenti programmá emelkedett, a Madács évfordulóra egy szó sincs. Senki. Még a szülőföld sem. Lehet, hogy van, de teljes titokban. Most vasárnap délelőtt a rádióban volt egy interjú velem, ahol elmondtam, hogy én 2014-ben fogalmaztam meg azt a levelet, és küldtem el illetékeseknek, hogy mindjárt itt van 10 év múlva a Madács évforduló. Erre fel kell készülni, mert akkor éppen az osztrákok Mozart évfordulót tartottak, és zseniális volt. Mondom, ez óriási ünnep. 1964-ben az UNESCO vállalt védnökséget a Madács évforduló felett, pedig az csak a halál volt, de hát a születés, mondom, rengeteg levelet írtam, jobbra-balra, az elmény, mindenhonnan lepattantam. És most elfáradtam és feladtam. Azt mondtam, én ezt nem tudom csinálni tovább. Tessék, aki akar, csináljon. Nógrádban, aki akarjon, csináljon. Bocsánat, a Pozsonyban, a Szlovákiai Magyar Múzeum komolyan veszés. Nagyon nagy kiállítással nyitunk Pozsonyban a tragédiából, és programai lesznek. Azért ne haragudjam már a világ, hát elhiszem, hogy ott született. De hát azért csak köze van Madásnak a magyar kultúrához is az anyaországban. Szóval ettől függetlenül én dolgozom, hogy a csodában egy nagyon két könyvben dolgozom. Az egyik most késik, a másik miatt. Az az egyik, ami késik, amit már nagyon régóta, minden együtt van már, ez a Madács feleségének a története, Fráter Erzsikének, akiről, amit rákentek a századok rosszat, azt csak rá lehetett kenni, az ostobaság, a pletyka, a sértődöttség, vagy rossz indulat, és én határoztam, hogy rendbe teszem ezt a kérdést, csak hát úgyse fog bekerülni a tankönyvekbe, mert a tankönyvekbe bekerülni be lehet, de kikerülni nem lehet a butaságoknak. Ez is megjelenik jövőre, illetve elkezdtem írni egy egészen extra dolgot, az ember tragédiáját, ha olvassuk, mindig feltűnnek benne bizonyos fogalmak, nevek, személyek, amelyekről nincs tudomásunk, nincs ismeretünk. De azt mondja, Madács szerep a Falansterben az alumíniumot emlegeti. Madács meg az alumínium, hogy jön itt össze? Ezért írtam két barátom segítségével az ember tragédia enciklopédiáját. Ez készen van. A-tól Z-ig minden név, fogalom, személy, esemény, különlegesség, egyházi, jogi kategória, mind ott van benne betűrendben és értelmezve, és színesen megírva. És ezt szeretném most kiadni, van rá ígéretem, halovány, de van, hogy ez megjelenik jövőre, mert ez egy kézikönyv lesz, amellett, hogy olvasnak. A diákoknak, akik ott szenvednek negyedikben vagy harmadikban a tragédia olvasával, én ki is venném a tananyagból, mert ez még korai nekik.
A tragédia az meg kell érni, és utána megért, felnőttkorban, azóta minden életszakaszában újra és újra elővenni, mint hogy Petőfit újra és újra elővenni. Hát gyerekek, nem csak a János Vitéz van, de tessék például a Helység kalapácsát elolvasni 100-szor, 100 év alatt 100-szor, és rájöttek, hogy mennyi minden virtuóz nyelvi bravúr van abban a kötetben, ami ezt egy kicsit tudni kell, azért tudja az eposzoknak a műfaji követelményét is. Tehát most ez lesz Madács, és ez erősít meg benne, hogy igenis újra és újra olvasni kell, elővenni kell, mert mindig más ember olvassa. Én 18 éves koromban másként olvastam, mint most 75 éves koromban, vagy 50 éves koromban. Benne van az életem, a tapasztalatom, a bánatom, a keservem, a gyerekeim, a munkahelyem, az idegeskedésem, a politika, és ettől én más vagyok. És a mű is más lesz általam, és mindig válaszol nekem, amikor kérdéseim vannak, és ez Petőfinél különösen fontos. Ma a gyerekeknek itt az iskolában a Petőfi borverseiről beszéltem, elolvastam mindet, statisztikát készítettem, és akkor rájöttem, hogy hát ebben benne van a Petőfi teljes költészete szanzásítva, sűrítve. Benne van az ő személyisége, nő imádata, és legfőképpen a hazaszeretete. Tehát az az önfeláldozó hazaszeretete, amit mindig csak azt hiszik, hogy ágyban párnak között nem illik meghalni Petőfinek sem, de ezt már 1844-től megfogalmazza, hogy emberek, nincs fontosabb a hazánál és a haza jobbulásáért való küzdelemért. Petőfi egy csoda, tehát nem egy élet kevés, 10 élet kevés, hogy el tudjak mélyedni Petőfiben. Kiskörös segít nekem ebben. És akkor tudom, hogy sablonos, de azért én záró kérdésnek erre nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogyha Petőfi, akkor melyik az a költemény, amelyik az első helyen áll? Hát ez nem olyan nehéz kérdés. Én a Világosságot című verset szeretem. Ez radikálisan más, mert ugye Petőfire hát, hogy iskolázatlan, meg felkészületlen, le se érettségizett. Tudok én politikust is mondani, aki le sem érettségizett, így meg... Mert hát ő maga is mondja, hogy a természet vadvirág, hát ott ő ezt mondja, hogy a természet vadvirágra biztos, hogy felkészületlen ember volt. Petőfi több nyelven beszélt, sokat olvasott ember volt, folyóiratszerkesztő volt, tudott válaszolni, értéket alkotni művekről, gondolkodó ember volt, erre a kortársak, a jobb kortársak válaszolnak. Ám a Világosságot című vers egy egészen más Petőfi. Tulajdonképpen azokhoz a nagy reformkori látomás vagy kérdező versekhez csatlakozik, amit Kölcse is föltet, és hát mi a világ tűzfolyása, amit Madács is föltesz, hogy jön még végre az egész teremtés. Tehát a kérdező nagy versek sorába tartozik ez a Petőfi vers, mert előbb-utóbb ő is szembesült azzal a kérdéssel, hogy és akkor én mit keresek a világon, és én akkor hogyan viszonyulok a végtelenséghez és az univerzumhoz, és nekem mi a helyem benne, és mit tudok hozzátenni a magam részéről. Ebből ha lehet ajánlani valamit a kiskörösségnek, mostanában vegyék elő ezt a verset, és olvassák el, és ha sok minden nem értenek benne, mert még én se értek minden, nem baj, vegyék elő jövőre is, meg 2 év múlva is, meg 10 év múlva is, és akkor meglátják, hogy milyen ember született itt Kiskörösen 200 évvel ezelőtt. Nagyon szépen köszönjük, hogy stúdiónk vendége volt, nézőinknek pedig köszönjük a figyelmet, és bízunk abban, hogy ez év utolsó napján a szülőház előtt fogunk tudni majd találkozni. A viszontlátásra!